A pancsovai ifjúsági otthon szabadtéri színpada körüli téren a rock és a pop kedvelő gyerekek, szülők, nagyszülők sereglettek egybe. Elsőként a tinédzserekből álló belgrádi Master Blasters zenélt, majd az ugyancsak belgrádi Csarolia gyermekkórus lépett színre Leontina Vukomanovics vezetésével. A tehetséges gyerekek között pancsovaiak is vannak. Úgy kacom se rodila, moja majka je primetila neki talenat na meni i prosto taj talenat se proširio i krenula sam i u muzičku školu i pevam u horu i glumim u Dadovu i prosto zavolela sam. Leontina Vukomanovic, szerb pop énekesnő, zeneszerző és szövegíró, pályafutása kezdete óta foglalkozik a gyerekekkel. Ma már teljesen nekik szenteli az idejét. Taj ključni moment se desio 2006. godine kada sam osnovala i hor Čarolija i kada sam pokrenula jedan fantastičan dečji festival. Evo nekoliko kompozicija na današnjem koncertu na Freedom Art festivalu. Komponovali su poznati pop, rock, u ovom slučaju rock hitmakeri, ali su komponovali za decu na tekstove dečjih pesnika. Danas smo pevali pesme Bore Čorbe i Zorana Kikija Lesendrića iz grupe Piloti. A negyedik Freedom Art Festival kísérő rendezvényeként a látogatókat az ifjúsági otthon rajziskolájának oktatói és tanulói, karikaturisták és festők örökítették meg rajzaikon. Ako mi ovaj letnji period nekako izvanično završavamo s ovim četvrtim Freedom Art festivalom. Novi programi nas očekuju već krajem septembra i oktobru, kada, to je naš redovan program, tako da kažemo, i tu su naravno mnogi koncerti, pozorišne predstave, edukativne predstave za decu i naše škole koje i sada neke traju. Dakle, imamo školu crtanja, školu karikature, hip-hop, A pancsovai ifjúsági otthon szervezésében megtartott Freedom Art Festival minden napján nagy volt a látogatottság.